Bíró Károly a közép-európai szecessziós szabadka megálmodója és megvalósítója, a városháza építetője. 16 éves tevékenysége a mai napig meghatározza a szabadka arculatát, szellemiségét. 1902. decemberétől 1918. novemberéig volt polgármester. Ez alatt az idő alatt nem csak Szabadka fejlődött rohamosan, hanem Palics is, amely ebben az időben vált igazi turista csalogató fürdőhelyé. Polgármesterkedési tisztségéről önmaga mondott le néhány nappal a szerb csapatok Szabadkára történő bevonulása előtt. Lantos György és Máté István alkotását ma vatták fel és áldották meg. Az emlékszobrot a Bíró Károlyról elnevezett alapítvány állította, míg alkalmi beszédet a szoborállítás ötletgazdája, VMS elnöke mondott. Bíró Károly szobrának felavatása meggyőződésem és reményeim szerint mérföldkő a város történelmében, mert eltörli azt a fajta egészségtelen és számunkra, bízom benne, mondhatom azt, hogy nem csak a VMS, hanem a szabadkai magyarok számára elfogadhatatlan nézőpontot, ami a várost kisajátító gondolkodást jellemzi. Mi a közös gondolkodásban, közös fejlődésben, a közös mindennapokban vagyunk érdekeltek. Szeretném megköszönni Bogdan Labánnak, hogy nyitott volt irányomban, hogy polgármesterként mindvégig támogatta kezdeményezésemet, mert értette, hogy Bíró Károly magyar politikus volt, de Szabadka polgármestere, ezzel pedig mindannyiunk számára közös, városi múlt része, olyan közéleti, politikusi szerepvállalása és teljesítménnyel, amely nem csak tiszteletreméltó, de példaértékű. Bíró Károly 1952-ben 88 évesen agyvérzés következtében hunyt el. Megviselték az 1918 utáni történések. Ingatlanát elkobozták, annak egy részét lerombolták, nyugdíjat nem kapott, élete végéig nyomorgott. A Baja úti temetőbe helyezték örök nyugalomra.